Demográfiai vészhelyzetet és 15 pontos mentőprogramot hirdet a mi hazánk mozgalom, miután soha olyan kevés gyermek nem született Magyarországon, mint tavaly. A tragikus helyzet ráadásul tovább romlik idén. A termékenységi ráta a 2021-es 1,59 századról 1,36 századra csökkent, azaz többet zuhantunk három év alatt, mint amennyivel most meghaladjuk a 2011-es mélypontot, az 1,23 százados termékenységi rátát. A miniszterelnök által 2030-ig célnak jelölt 2,1-es érték elérhetetlennek tűnik, ha csak nem lesz gyökeres változás. Jelenleg valójában most csak egy gyermeket szül átlagosan egy magyar nő, ha a cigányság népességrobbanását nem számítjuk. Mert ahogy Pokol Béla felhívta rá a figyelmet, a cigányság generációnként megduplázódik, mi pedig feleződünk. Pontos számokat sajnos nem tudunk a titkosítás miatt, mert bár a KSH támogatta azt az indítványomat, hogy a népszámláláshoz hasonlóan a születési számok nemzetiségi megoszlását is lássuk, a kormány azonban lesöpörte erre vonatkozó parlamenti indítványomat. Az ismét romló, katasztrofális demográfiai helyzet miatt, ha nem lesz radikális változás, akkor nem, hogy a nyugdíjrendszer, de az egész társadalombiztosítás, mi több, az egész államháztartás összeroppanása fenyeget. A demográfiai hiányt a kormány inkább ázsiai vendégmunkásokkal pótolná, azonban így pláne kisebbség leszünk a saját hazánkban, és nem Magyarország. Az anyaság közérdek, minden gyermek közkincs, Megtévesztő az a kormánypropaganda, hogy Magyarország sokat költ család támogatásokra, ugyanis az Eurostat adatai szerint a GDP százalékában vizsgálva az EU 27 tagállamának e kiadásait messze az átlag alatt költünk erre, csak a 20. Magyarország. Ráadásul idén 50 milliárd forinttal kevesebbet is terveztek a 2023-as keret összegnél, ami pedig az EU rekord magyar infláció miatt annyit sem ér. A családtámogatások összege a GDP százalékában mérve folyamatosan csökken 2010 óta, még a KSH szerint is, az elmúlt 30 évben most a legkisebb a kormány által családtámogatások fordított összeg. Ez minden csak nem családbarát kormányzás a nemzethalált és a gazdasági összeomlást is elkerülő demográfiai fordulatért, tehát az állam is. Ezért a Mi Hazánk Mozgalom most egy 15 pontos mentő programot hirdet. A magyar családtámogatásokat a GDP százalékában azonnal az EU átlag szintjére kell emelni. A gyermekvállalás tervezhetősége érdekében ne szüntessenek meg családtámogatási rendszereket, amire sajnos volt példa az elmúlt években. Például már nincs nagy családos gépkocsi vásárlási támogatás, pedig még kedvezményes vagy ingyenes bérlési lehetőség is kéne üdülési lehetőségre. Megszüntették a 3 millió forintos általános otthon felújítási támogatást. Másfél évig semmi se volt, most pedig csak az 1990 előtt épült családi házakra, és kizárólag energetikai korszerűsítésre lehet igényelni. És a városi csokot is megszüntették például. Kiszámítható, legalább a nyugdíjakhoz hasonlóan infláció követő családtámogatási rendszer szükséges. A mentőprogramunk negyedik eleme, hogy az állami kampányok hiányoznak sajnos a hagyományos családmodell népszerűsítésére, amit a magyar kormány sem folytat társadalmi célú hirdetésekkel, csak napi politikai harcok mentén jellemzően negatív depressziót okozó kormánypropaganda folyik óriás plakátokon, közpénzből, pedig civilként mutattunk jó példákat, és erre szükség volna. A házasságok támogatásaként jó volna az egyházi esküvő állami elismerése, amire számos európai Példa van, és ahogy például érettségi bizonyítványt is állíthat ki egy egyházi gimnázium, úgy meg lehetne teremteni az egyházi esküvők állami elismerését, hogy ne kelljen kétszer kimondani azt a bizonyos boldogító igent. Tehát egyszerűsítsünk, csökkentsük akár a bürokráciát, és vegyük komolyan az igeneket. Indokolt volna állami nászajándék is, és a jubileumi házassági évfordulósok állami díjazása is szép gesztus volna a házasság társadalmi presztízsének növelését is eredményezni. Az adótartozói szégyen listához hasonlóan a vállások után megítélt tartásdíjat nem fizetőket nyilvános adatbázisba kéne tenni. Ilyen javaslat sem volt még Magyarországon, de ezúton ezt is bejelentjük, hiszen ennek elrettentő hatása mellett az új társat keresőket is megnyugtathatná egy kicsit. Hatodik pontként rá kell irányítsuk a figyelmet, hogy az abortusz még mindig a vezető halálok Magyarországon. Szívügyünk volt a szívhang rendelet, de bevezetéséig a Gyurcsány és az Orbán kormány abortuszpolitikájában politikájában semmi különbség nem volt. És még most sem sok. Tehát következő lépésként például az apákat is be lehetne vonni a szívhang meghallgatásába. A nőgyógyászatokon pedig a folyosónkon társadalmi célú hirdetéseink kipakátolását kellene kötelezővé tenni, mint korábban a Nemzeti Együttműködés nyilatkozatával tették. Egy évi képviselői jövedelmemet ajánlottam fel egy hiánypótló anya otthon létrehozására a téglási a dr. Téglási Imre által vezetett állami támogatás nélkül működő anyaország alapítványnak figyelemfelhívó jelleggel is, mert a válságban, válság helyzetbe került várandós és kisgyermekes nőknek segítséget, átmeneti szállást biztosító anyaotthonok számának jelentős bővítésére volna szükség az abortuszok elkerülése érdekében is, magyar életek megmentéséért. Hetedik pontként vissza kellene szorítani a biológiai zsákutcába vezető LMBTQP lobbit és a tudatos gyermektelenség ideológiáját is, hiszen például Budapesten a 40 és 49 éves kor közötti korosztály 32%-ának nincsen gyermeke. A propaganda felvonulásoknak is véget kellene vetni az ellentüntetéseink évről évre történő betiltása helyett, hiszen a homoszexuálisok szaporodásának sajátos módja a propaganda aminek hát, azt látjuk, hogy a, a korábbi kormányzat támogatta, a mostani tűri, de inkább tiltani kellene. Hasonlóképpen a szivárványos zászló középületekre tűzésének tilalmára is szükség volna, de e törvényjavaslatom leszavazása nyomán azonban az LMBTQP jelkép már akár az iskolákra és az óvodákra is kikerülhet sajnos az önkormányzatok után. Időről időre kiderülnek olyan esetek, hogy a devianciát népszerűsítő tartalmak állami támogatást kapnak, legutóbb például egy Ferencvárosi kiállításon. Ennek is véget kellene vetni. Az elmúlt hat évben több mint háromszorosára nőtt az úgynevezett szivárvány családok száma Magyarországon a, Magyarországon a KSH szerint. A 2022-es népszámlálás alapján 4125 kisgyermek nevelkedik azonos neműek párkapcsolatában. Ezért számukra a gyermekek örökbefogadását meg kellene tiltani. Nyolcadik pontban a családot alapítók lakás bérleti díjának azonnali támogatása szükséges, és el kell indítani egy államilag támogatott bérlakás építési, illetve vásárlási programot. Kilencedik. A demográfiai földprogram megvalósítása az ez iránt fogékony fiatal párok földhöz jutatása érdekében, ahogy azt egyébként még annó Ángyán József kidolgozta, kormányprogram részeként, de semmi se történt meg belőle mégsem. Nem hagyták, hogy végrehajtsa. Tizedikként fölhívnánk a figyelmet arra, hogy az első gyermeknek az anya 20 és 30 év közötti korában történő születésének akár több millió forintos támogatása volna szükséges. A minél fiatalabban történő család támogatások, család alapítások érdekében, hiszen csak az időben elkezdett gyermekvállalásból lehetnek nagy családok, az átlagosan már 30 éves korra kitolódott első szülés után kevésbé, ráadásul ekkor fölött már exponenciálisan nőnek mondjuk a már népbetegségnek minősülő meddőség vagy a Down-szindróma kockázatai. A 30 év alatti nőknek már a 80 a gyermektelen. A tinikorban való szülés sem támogatható természetesen, ezért a 20 éves kor előtt gyerekeket, vagy akár csak gyereket szülők nem részesülnének-e juttatásban a Mi Hazánk Mozgalom elképzelései szerint, és más feltételek is szabhatók volnának, például büntetlen előélet, vagy iskolai végzettség. Aztán a családbarát felsőoktatás kialakítása is várat magára. Ezt is még beszakolnánk ebbe a tizedik pontba ide kötődően, hogy minél hamarabb jöhessenek létre a családok. Pedig hát Kopmária már régen kidolgozta a családbarát felsőoktatásra vonatkozó részletes terveket, hogy a gyermekvállalás ne csak a munkával, hanem a tanulással is összeegyeztethető legyen. Például egyéni tanrend és intézményi gyermekellátás is indokolt volna. 11. pontként a gyermekneveléshez szükséges termékek világrekord áfájának azonnali és radikális cök, ö, csökkentését tartjuk szükségesnek, beleértve természetesen a tanszerekét is. 12. pontként a felelős főállású anyaság támogatásának nagyságrendi kibővítése szükséges a jelenlegi 28.500 forint helyett hogy a négy vagy akár több, akár 8-10 gyermeket tisztességgel vállalóknak is nyújtson életpályamodellt az állam. Óriási és kiaknázatlan demográfiai tartalék van azokban, akik életüket hivatásszerűen sok gyermek nevelésének szeretnék és hajlandók szentelni. A Benda József kormányközeli szakértő és munkatársai által már régen kidolgozott, de figyelembe igazániból nem vett hivatásos szülők Programot olyan szigorú feltételekkel kéne bevezetni a Mi Hazánk Mozgalom szerint, hogy az a felelős családtervezést, felelős nagy család tervezést mozdítsa elő, és ne a megélhetési gyermekvállalást. Tehát büntetlen előélet, iskolai végzettséget, korábbi tartós munkaviszonyt lehetne megkövetelni. 13. pontként szükséges a részmunkaidős foglalkoztatási lehetőségek és távmunkák körének bővítése, a, kisgyar, a kisgyermekes szülőknek biztosítva a választás lehetőségét. 14. pont a kisgyermeknevelésnél maradva a munkát vállalni kívánok számára 2012-ben bevezetett bölcsődei gondozási díj eltörlése is indokolt volna. És végül, de nem utolsó sorban, egy régi adóssága az államnak, hogy a tisztességes gyermeknevelést elismerő nyugdíj kiegészítésként, Életjáradék bevezetése történjen meg. Sajnos ez is még csak álom, régi álom még, hogy a gyermek által befizetett adónkból automatikusan támogassák a szülőket. Az MNB kimutatása szerint a három gyermeket felnevelt nők 20%-kal alacsonyabb nyugdíjban részesülnek, mint gyermektelen kortársaik. Tehát egy komoly társadalmi feszültség, igazságtalanság van ebben. Ne várjunk tovább egy igazságosabb és demográfiai fordulatot elősegítő. Nyugdíjrendszer bevezetésére. Mindezen 15 pont a mi hazánk demográfiai fordulatot elősegítő mentő programjának előmozdítása és megtárgyalása érdekében is az Országgyűlés eheti házbizottságában egy demográfiai vitanapot is kezdeményezünk, hiszen 2011 óta nem volt ilyen. Akkor a magyar népességfogyás megállításának sürgető szükségességet címmel magam is kezdeményezője voltam az akkor még lefolyt politikai vitának, vitanapnak, és azt gondoljuk, hogy nagyobb figyelmet kellene szentelni a magyarság nem az egyik, hanem a legnagyobb problémájának, a katasztrofális demográfiai helyzetnek, amely nélkül amelynek megváltoztatása nélkül az egész államháztartás összeomlása is fenyeget, fenntarthatatlan, nemhogy nem, a nyugdíjrendszer, az egész államháztartást fenyegeti az összeomlás. Éppen ezért, és azon nemzet stratégia jogból, hogy ne váljunk kisebbségé a saját hazánkban, indokolt volna végre ezzel a kérdéscsokorral kiemeltebben foglalkozni. Mi ezért bocsátjuk egyrészt társadalmi vitára, másrészt parlamenti politikai vitára is ezt a 15 pontos megoldási javaslatcsomagunkat.